Szia Green Steve, rég láttalak! Cső. Wow, ciao Resti, veled is régen találkoztam már. Hali, te ki vagy? Szavaz Blue Steve. Már ilyen szín is van. Mi van veletek, úgy szaporodtok, mint az állat? Mi lesz legközelebb, Dirt Steve? Bujot akarsz? Gyere, mi van? Ó, és kajak jön. Baszki. Sziasztok, én Zsombely vagyok, és ebben a hónapban is felkaptak egy érdekes színű alapértelmezett skint. Igen, mint láthatjátok, a kék Steve-ről van szó. Szóval, ha minden hónapban láttok tőlem egy Steve videót, előre elnézést kérek, ameddig jó történeteket és videókat gyártanak róluk, folytatom, ugyanis, hogy őszinte legyek, nem is rossz ez a téma. Tudjátok mit? Majd lesz egy saját Steve történetem. Kula Steve lesz a neve. Ha már várjátok a videót, mindenféleképpen kattoljatok a like gombra, ugyanis 1100 like után folytatjuk sztorinkat valamelyik izgalmas karakterrel egy különleges sztori kíséretében. Ha szívesen látnátok még videót is a csatornán, megköszönök egy feliratkozást is, amivel még többet segítesz a csatornának, előre is köszi minden. És most a vízidomár Blue Steve. Meg kell egyáltalán említenem a kinézetét? Hülye Luke Zsombely, hát persze, hogyha vízről beszélünk, akkor átlátszó, mint a tiszta víz. Hát hülye gyerek, ez nem jött össze, mert kék. Még az a szerencs, hogy ilyen kommentek nem jönnek, de még így is vannak bajok. Tehát, mint ahogy a karakteres csatolt melléknéből láthatjátok, Blue Steve a víz védelmezése miatt kapta a nevét, illetve az kinyének a színét. Legelőször Favre Miles Sabrénél láttam ezt a jelenséget. Sőt, az utóbbi hetekben rengeteg tartalmat gyártott vele kapcsolatban. De természetesen külföldi videósok közül megemlítendő még Moosecraft és Zero Nine Sharkboy is. Nem kizárt, hogy a videós történetet ők alakították, ám de van egy creepypastája is a sztorinak, ami nem is annyira creepypasta, ugyanis segít megértetni velünk, hogy ezek a különböző színű Steve-ek miért is léteznek. A legfontosabb az, hogy ez a karakter a vízzel foglalkozik, legyen szó folyékony vízről vagy esetleg jégről. Mint látjátok, Favre Miles Sabre videójában először a vizet mozgatja, később jégtömböket rak le, sőt, a videó végén még egy óriási cunamival is elárasztja a videós pályáját. Green and Red Steve are nothing compared to Blue Steve. Itt látszik, hogy egy sokkal különlegesebb Steve fajtáról van szó, ugyanis az én véleményem is az, hogy ilyen dolgokat az egyik Steve fajta sem produkált még. Ha lesznek olyan skinek, ami még durvább tettek lesznek képesek, az megér jó sok videót, őrület ez az egész. És jöjjön az úgynevezett creepypasta, amitől egyből megváltozik a nézőpontotok a Steve-ek iránt. Látjátok, ebbe a videóba is belefér egy pici story time. Sziasztok, Green 0704-nek hívnak. Ismerem-e Green és Red Steve-et? Igen. Na de hallottál már a Blue Steve-ről? Igen, és láttam is. A leggyakoribb laktanyái az óceánban helyezkednek el, de kivételes alkalmakkor meglátogatja a tengereket is. És fel is fedeztem valami különlegeset a Steve-ekben. Ezek nem készítő által elrontott teremtmények, és nem is bugzódások. Ezek egyfajta védelmezők. Green Steve az életvédelmezője, Red Steve a tűztáplálója, emiatt is a Redstone a szimbóluma. Én ezt onnan tudom, hogy amikor egy túlélő modos világot generáltam le, egy óceán közepén levő kis szigetre dobott le a játék. De néhány méterre furcsa vízi jelenségre lettem figyelmes, aminek hatására egyből odaúztam. És ott találkoztam a harmadik Steve fajtával, akiről még sohasem hallottam. Nem féltem, sőt, izgultam, hogy végre beszéltek egy olyan lényel, aki a népszerű alapértelmezett színes skinek közé tartozik. Hello, szia, nem találkoztál testvéreimmel? Gondolom Green és Red Steve-vel? Így van. Várj, tehát akkor tényleg mindegyik őtök létezik? Persze. És esetleg hova mész, vagy hogy itt vagy? A Minecraft világok már a legenerálás előtt léteznek. A kosztüm szídek egyfajta portálként viselkednek, hogy elvigyenek titeket a világokba, mint például a nyilvános Nether portál, ami ugye a Netherbe visz. Igazából az én világom elrontódott, így egyre több szídbe jelenek meg, ezért is látnak ennyien. Ez az esély már akkora, hogy bármilyen játékos megláthat, mint például te. Wow, és hol vannak a testvéreid? Nagyon rég látták már őket. Azért keresem én is őket, ugyanis az ő világuk már régen megsemmisült, mert Notch a világokat használt erőforrásként, hogy működtesse az elfeledett szervert. De mi az az elfeledett szerver? Az összes igazi gonosz karakter, akikről hallottatok már, ott tengeti mindennapjait, ám éjszakánként van egy kis hiba, ami miatt pár perc erejéig ezek a szörnyek bármelyik játékosnál megjelennek. Így született a legtöbb creepypasta. De egy ígéretet tégy meg nekem, kérlek. Hirdesd a rólam és testvéreimről hallottakat a többi embernek is. Igaz, hogy rémisztő históriák vannak rólunk, de csak olyan embereknek ártunk, akik millió világunkat tönkreteszik. De most mennem kell, és tényleg terjezd az igét. És lelépett, soha nem láttam többet, ami azt jelenti, hogy már boldogan el vannak a saját világaikban, vagy örökre elpusztultak. Remélem tetszett a 11. rész is, 1100 like után csapjuk is tovább, és már most megvan az áldozat, akit a köviben be fogunk mutatni. Ha tetszett az a videó, dobjatok egy like-ot és egy feliratkozást, ezzel is mutatva az, hogy tetszik nektek a sorozat és bíztattok, hogy folytassa a munkálataimat ezzel kapcsolatban. És ha már itt vagy, ne felejtsd el bekapcsolni a csengőt és bepipálni azon belül a rublikákat, hogy nagy eséllyel kapj értesítést az új videóimról, esetleg élő adásaimról. Sziasztok!